vagyok én mérnök, mert nem tudom tovább, de megmaradtam ott a középiskola végén. Elvégeztem, és akkor nekem volt az ennekor, amiben egyben is ittak egy másik olyan bandában játszani, ahol ugye pénzt kerestünk, és hát vendéglátóztunk, magyar, akkor vendéglátó olyan volt, hogy aktuális magyar, vagy magyar és külföldi slágereket kell játszani. De, és tulajdonképpen a szakmában szinte semmit nem dolgoztam. Úgyhogy azóta én gyerek, fiatal korom volt, csak a bízzelére foglalkozott, úgymond. Pop-rockkal tudod. Az, hogy az imán popzenét is játszott az zenekar. Persze, persze. Minden más, tehát amit kellett, tudod. De bálok olyan hip-hopot, olvos, akkor nem volt még hip-hop. Viszont a modern tokikot énekeltem, ha hiszed, ha nem. Na, jön a szó! Volt minden. M.O.K.A. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Ja, ne hihetsz. Sziasztok a Kalapács. Kalapács József, Rudán Joe. És Gál Péter itt hátul, aki... Aki drukkol nekünk, mert megmondom őszintén, te veled már beszéltük, hogy csináltuk. 93 ezer, meg már 200 ezer fog. Mert akkor az igazság, hogy ez azért rosszul volt, tehát mi már napokon itt vagyunk vele. Tehát nem nekünk drukkol, hanem ellenünk. Ellenünk. És ha mondod, hogy itt vagyunk, most éppen nem vagyunk Szaraszótán, Floridában, New... Szóval pillanatok, hogy mindjárt megyünk. Igen, nagyon, látom is. Nem, egyébként különben itt elpudnék azért egy darabig még itt jönni-menni. Most egyébként úgy hasonló helyre megyünk, csak Miami-ba. Ja, Fort Lauderdale, nem? Igen. Kicsit följebb. Ez mindenképpen csökkenti a szomorúságunkat, hogy azért sem mínusz 30 fok lesz. Ja. Szóval tulajdonképpen ennek a kis podcastünknek a címe az, hogy magyarok óriási kalandjai Amerikában. Óriási. Óriási, vagy óriási magyarok kalandjai. És nektek mondjuk, hogyha ha most így belevágunk a közepében, nem is kezdünk el azzal, hogy honnan jöttetek, meg hogy jött a metal szeretete, hanem azzal, hogy milyen kalandjaitok voltak itt Amerikában, ami ilyen vicces, vagy ami érdekes. Nem szalonképesek. Nem szalonképesek? Ne. Voltak viccesek? Egy pár volt azért, de akkor még ittunk. Azt mondtam, hogy nagyon búslakodunk. Bőröndöket keresünk, mikrofonokat keresünk, de az főmonitort. Itt interjúkat adunk, de nem látunk semmit, nem, hogy turistáskodnánk. Ja, de ez fontosabb. Igen, igen. Nagyon neked bármikor menni a szívesen. De amikor az is vicces, hogy azt mondtad, hogy már amikor még ittunk, de én úgy tudom, hogy te már egy jó ideje letetted. Igen, én most már 8. éve nem. Amit azok pontosan ezért nem itt hozott, hogy hazamegyek, akkor emlékezni fogok, hogy merre felé jártunk, mert múltkor hazamentem, és kérdezték, hogy merre voltam, Amerikában is bővebben. Hát úton volt. A légis volt az egy biztos mémlet. Igen, a mémlet bevetettem, egy légis fanatikus, és bevetettem magát egy ilyen légis gólyba, és tudod, azért itt profik az eladók, tehát ugye, hogy Magyarországon bemegy a vevő, és senki nem tudja meg, egy óra múlva sem, hogy ő volt az, már rég hazament. Nem, itt, ahogy bement 5 perc múlva, az egész gólyban mindenki tudta, hogy megjött a vevő, és most ez a lelkezem, hogy az akció volt, tudod, akkor akció valahogy úgy tudom feleleveníteni, hogy a jog így a levegőben lebegett, és akkor ilyen körbe nyüzsögte az teljes személyzet, és így dobálták rá. És hogyha ebből hármat visz, akkor kettőt kell fizetni. Igen, akció volt. Akció. Kettőt viszett, hármat kap, tudod. Ja. Én jó magyar szokás, hogy akkor minden kell. Nadrág, zseki, ink, póló, szokri, minden kell, tudod. Aztán egy vagyok, de kell fizetni plusz bőröndre, de megérte. Nem félt a bőröndre, mert túlsősött a bőröndre, de mindenki fizetett egy Akkor kezdjük azt, hogy azzal, hogy honnan nektek, mármint, hogy aki nem tudja, de gondolom, aki nézi, az tudja, hogy kik vagytok. És szerintem az első ilyen közös dolog az a Pokolgép volt. Hogy honnan... Az első közös dolgunk egyébként a rockopera volt, pont az Attila Istenkragyos rockopera,
igen. Mi voltunk Attila fiai, mi is voltunk. Én az már egyszerre volt közösen. Igen, pont, pontosan. Kettőt együtt 28 évet szállalunk. Igen. Akkor életben 8 volt az enyém, a jobb meg 20 évig bírta. Tehát csak nagyon kérdő, köztem volt egy-két év szünetet, az minden zenekarnál előfordul, akik az olyan zenekar, aki azt mondják, hogy 30 éve, meg 40 éve, 50 éve vannak a pályán, szerintem egy olyan zenekar sincs. Én akár meg is több mint 40 éve, és abban legalább 20 év szünet. Jellemző, meg a pokolgépet is ugyanígy tudjuk definiálni, hogy oké, ennyi volt a például én ott, de abból mit volt 6 év, amikor semmi nem történt egyébként. Ja, én nekem mindig arra emlékezem, hogy én kisgyerek voltam, általános iskolába jártam, és akkor jöttek a rockerek, tudod, Műbör, Jacky, Szegecses, Pogógép, tudod, Balát, vagy... Én azt mondanám, hogy lehet, akkor is volt egy-két Műbör, Jacky, de akkor cikis státuszú volt. Most már lassan a valódi bőr lesz ciki, mert hogy ugye most már állatvédelem van, meg minden. De akkoriban tényleg az volt, hogy ha megjelent valaki Műbör, Jackyben, akkor többiek nézik. De mert kőolaj. Szóval nem. Tehát akkor még számított az, hogy inkább valódi bőr legyen. Most is annak jobb az esés. Mert azok a művelcsek úgy teszek, hogy tényleg látod azt. Igen. Nem látod, hogy melyik a bőr. De én arra akartam ezzel kívülni, amikor én gyerek voltam, akkor ott voltak, tudod, ezek a rockerek, tudod, akik mindig le akartak lejmondni, akkor még 10 forinttal. De nem az voltál? Nem, én nem. Én mindig úgy féltem tőlük, amit a tűzben oda aluljárom, akkor... Hát, előítéletes voltál. Hány éves, tudod, 10 éves, 12, tudod? Alapvetően a rockerektől egyébként pont attól a rétegtől kellett a legkevésbé. Én nem emlékszem rá, hogy annak idején is voltak, előfordultak, még az újságok is megértek, de a nagy balhék, azok nem pokolgép koncerten voltak, hanem Ergón első emeleten ilyenek. De diszkón? Diszkó. Konkrétan arra élesen emlékszem, hogy egy Ergó koncerten megkéseltek valamit. Ilyen sose volt a rockereknél. Egy rockernek tudod, aki késsel. Igen. Miért a szó? Nem, de semmiképpen. Nem, rockereknél egyébként általában, ha balé volt, akkor mindig a rendőrök csinálták. Tehát hogy olyan is volt, hogy mint amelyen Zalaegerszegen a Dózsapályán, mert mégiscsak hazai pálya volt a zsaruknak. Elkezdték a közönséget csépelni, mert azt hitték, hogy a Tökfej című szám róluk szólt. Így aztán róluk szólt. De egyébként mindig a rendfenntartók csinálták a rendbontást. Érdekes. Szóval te kiváltál a pokolgépből, ugye, 8 év után azért, mert azt mondtad, hogy vagy ti nem egyeztetek meg, hogy az egyik ilyen lágyasabb, úgy mondom, hogy lágyasabb, a másik kemény. Hát akkoriban a hivatalos verzió, de valójában nem, egyszerre megromlottak a viszonyok, tehát nem jutunk már együtt létezni. Csináltak egy jó lemezni Metallicával, és ő felosztottad ennek. még csak az sem, még egy kicsit ilyen összetartó kohézió volt inkább, hiszen arra jó pénzt fizettek, tehát ennyi. Nem, egyszerűen rossz. A zenekar folyamatosan, ha beült a buszba, egyfolytában egymást sérül, és nem ilyen évődve, viccelődve, ahogy most a Petivel csináljuk meg minden, hanem az a már a rossz indulatig menő véres viták voltak. Tulajdonképpen nem úgy hangulott. Mi akkor azt szerettük volna, legalábbis én meg a nagyfő, azt erőltettük, hogy pihenjünk, hagyjuk egymást, amelyek mindenki csináljon, amit akarsz, majd ha úgy érezzük, hogy be tudunk ülni együtt a zenekari buszba, akkor majd folytatjuk, de most ne. De aztán nem így lett, hanem mi el, a Gabiék meg nagyon gyorsan folytatni akarják, és akkor abban is van igazság, hogy ők nem akartak más vizeket kipróbálni, hanem ezt akarták tovább csinálni, és akkor inkább újra szervezték a pokolgépet. Ennyi történt. És akkor volt az, hogy a Joe-nak szóltak. Nem adtam volna egy fillért se egy olyan zenekarnak. Nem miattam, vagy bár ez a standard, megnézed a világtrendeket is, nagyon ritka, hogy egy énekes kiválása után az a zenekar valatabbra áll. Tehát én azt gondolom, hogy az idő is igazolt, hogy azért Joe-val jól óra tettek. Nem csak azért, mert a Joe fantasztikusan énekel, mert az kevés ahhoz, hogy egy zenekar talpon maradjon, hanem van egy saját aurája, van egy saját kisugárzása, van egy saját ereje, és ez kellett hozzá ebben be, ez a meggyőződésem. Ezt a mai napig is mondom, hogy ha nem ő énekelte volna azokat a dalokat, akkor
akkor nem ott tart a napok végén. Tehát nyilván kellett azt hozzá, hogy a Gabi újra szervezze a zenekart, de nagyon kellett hozzá Joe is. De akkor ti még nem voltatok olyan jó barátságban? Szinte kötelező volt haragudni egymásra, nem? Úgy emlék, hogy ez akkor zenekarnás, hogy még korábban visszajövünk a 90-es évekre, vagy a 80-as évekre, ott is a zenekar. Most sincsenek jó barátság, vagy csak a buli köti őket. Meg a pénz. Vagy a junkies mondja, én csak a pénzért csinálom. Nem akkor annak idején, amikor én pokolgépbe felültem, ugye nekem volt a Kóda zenekarom, tulajdonképpen az első Kóda, egyik első budapesti fellépések egyikén jöttek oda a rossz mondom, volt egy Dracula Fesztivál, tehát szerintem 90-ben, ami Desnél a Rásztó szervezett, a Krokodikát és a srác, aki most is szervezi a koncerteket, akkor ő szervezett minden koncertet, többek között a budapesti Rock Café-ben szervezett koncerteket, és volt játszottunk a Kódával minden vasárnap, és oda lehívta a pokolgépes zenekart, és ott, amikor már Pózsi elment, és akkor néztek meg engem. Mondom, előtte volt a Dracula Fesztivál, ahol tulajdonképpen mi a Kódával úgymond felrobbantott itt a budapesti köztudatban, ahol a pokolgép is játszott, a Rosszián is játszott, ugye Moby Dick-től kezdve mindenki játszott, és ott ugye a Kódával játszott, és hallották, hogy mi hogy játszunk a Led Zeppelinnel a Deep Purple dalokat, ott figyeltek fel a zenekarra, ott szúrt ki engem, akkor vesznek, utána ugye lejöttek a Rock Café, és ott volt alatt, én emlékszem, a büfében beszélgettünk, és hallom. Na végre beraktak egy normális zenét, az azért nem berakták az élő, megeciz. Nyugodtan. Ne csináld. Na, és így jöttek el lehívni a klubba, hogy vállalom ezt a fellépést. Én vacilláltam egy kicsit, mert én nem voltam képbe pokolgépek, már az öcsém hallgatott a pokolgépek, én nem nagyon szerettem, mert nekem bevallom őszintén, de neked már mondtam, hogy nem tetszett a hangzás, hogy akkor, ha metált akartam hallgatni, akkor hallgattam a British Merhégetem, hogy ülámat, hogy Iron Maiden-t hallgattam, Number of the Beast lemezt, vagy a lemezt, vagy a Judas-tól, a British Steel lemezt, én a metálban képbe voltam, már én inkább ilyen Led Zeppelin, meg Deep Purple, meg Uriah Heep, ilyen hátrakos metocsák vagyok, de és akkor azokon lemezek után nekem nem tetszett az a pokolgépek. Ez külön ilyen okályos végzést kellett végezni, hogy metál. Ezért egyrészt azért nem tetszett, mert az nem is szólt jól az a első pokolgép lemez, ilyen nagyon vékonyan szólt műanyag dob, meg a ilyen valami gyerek énekettél, mi kiegél hangon, olyan hangja volt, tudod, vagy úgy szólt a lemez, ilyen most szóltak, csak úgy nem fogtak meg az a dolog. De egyébként a pokolgép esetben inkább a második harmadik lemez volt, ami a nagyobbat ütött, nem az első, én szerintem már. Hát az első az azért ütött, hogy egyetlen megjelenhetett. Igen. Ez egy nagy dolog volt, hogy egyetlen heavy metal szóval megjutatták ezt a lehet, és kizettem a francba. Gondolkodtam rajta, de igen, mondtam, hogy elhúzták a mérdes matagról, hogy országos turnék, nagy lemezek, mind azért nekem akkor, hogy a nagy, mindenkinek nagy dolog volt, érted, mert nekem a Kódában sose lett volna nagy lemezem, és elváltam, és akkor a Kódában mi játszogattunk, mikor már elvált a pokolgépet, párhuzamosan 90-es évek elején, most 91-ről beszélek körülbelül, és akkor a Jokiék, a Józsiék, Matfival, meg a Lács Bandival, meg a Daci Zsoltival, aztán nem a Szekeres, a Dacival alakultunk, de aztán de azt még mielőtt csináltunk. Ti jártad a mi koncertünkre. Budapesten játszottunk egy Kondordén a Műfrázban minden hónap első szombatán, és ők jöttek koncertekre a Kalapács Jocival, az egész ómelegénysége, meg a mit te mér, jöttek a Budapesti rockerek, jöttek volna, és többé összeállított úgy nyilvános már az első hónapot, föl is küldtem a színpadra, hogy ennyi énekelni. De mi? Black Knight, Deep Purple, Black Knight. Igen. Ott van a füzet, nincs ki. Black Knight, és akkor énekelni. De akkor ezt nem tudta, a pokolgépesek ezt nem tudták, hogy mi ott jobban vagyunk már között párhuzamosan. De nekünk legfolytában azt szajkozták, hogy ott, ha itt hagytak bennünket, meg kiléptek, meg milyen momentek, milyen szarok, milyen szarok, és ne legyen, tehát nem voltunk jóban. Nem vette volna jók, hogyha elmondta volna, hogy mi a Kalapács Jócival, meg Hartfival, mi ott barátkozunk, meg sörözgetünk, miközben a két zenekar között volt egy feszültség, nyilván meg konkurenciás volt egymásnak, azok az első két-három évvel erről szólt. Hát az Attila Isten kardja, ami 93-ban volt, igen, na, Tomá azért legitim volt, hogy mi. Hát akkor szerepeltünk együtt a
fel a Szörényi Rokkoperát. Egymás testvére. Mi voltunk Attila három a fia, ugye a Mr. Bazány volt a harmadik, és tulajdonképpen igen, is erre a zenekarnak a neve, ez van egy zenekar, ugye a Fidafény Rokkoperákban játszunk. Tehát onnantól kezdve nyilván sokkal többször találkoztunk, már csak ott az öltözőben, egy különös öltözőben is voltunk nyilván ott a Margit-szigeten, onnantól kezdve indult a barátság, úgymond. Meg volt jó néhány vicces sztori ott is. Az se szalonképes? Ja, most mindenki hagyta a mikrofonot, ott is a büfében barátkoztunk mindig, ugye, mikor nem jöttünk, mert azért mert az én maradás kint a mikrofon nem volt nála például. Akkor még úgy volt, hogy a mikrofon, tehát édesbe kellett, de az, az István király volt egyébként. Az István király volt. Kimaradt a mikrofon, miért lenni meg? Igen, az István király volt, de ugye mit kérsz el kapány, és akkor jöttél is 3500 embernek kikiabált, hogy mit kell rá kapány. Hát bementem, tudom, hogy ma is van kérem, és három magyarul játszottunk Makrai Parival, és hát ott beszélgettünk a büfő, és akkor halljuk nekünk, mert már mi részünk van, hogy rohantunk a színpadra, és mikrofon megadhattam a párt. Bementünk, akkor nem volt már, akkor ott voltunk már benne, tehát csak akkor mit képzel, kompány, és nekem mit képzel, kompány. Hát mondja, ilyen nem lesz, és ott volt mikrofonék, ott voltam Margit szigeten, mit képzel, kompány! Visszor, hogy mennyi a hallgat. És nem mondott a problémát, hát ez a koltainak a rendező az nem tetszett, úgyhogy a anya volt is engem, hogy 20 évre a kopákból. Elvileg az nem tetszett, mikor átadottál egy előadás. Ja, igen, nem. A szigeten volt egy kocsmánk, a szexádi hangáról kocsmával, a sziget volt már ugyanis a darabban, ami a Margit-szigeten volt, és én ott találtam a Diákomi Diák-sziget, a Pepsi-szigetet, akkor tudja, mi volt a neve, és ott ragadtam valahol, de én utára sikerült tudni ott maradni, és akkor nem értem ki a Margit-szigetre előadásra, és értem szabad csinálni. Még három magyarul megoldott, a kettő magyarul. Ja, kettő volt, két magyarul lett abban az előadásban, még a jobb nem volt. Nem lehetett csinálni, nem lehetett azt mondani, hogy én is uraim, nincs meg. Sor beszélből te voltál a Súr voltam. De a mikrofonon pedig lehet, amikor le tudta névkötelezni. Neked, akkor már neked tudom, hogy mik voltak, vagy arról beszéltük, hogy kik voltak neked az ilyen utató zenét, hogy még... De inkább ilyen állakos, búzosabb vagy volt. Igen. Neked honnan jött a zene szeretete? Hát én szerettem sok mindent, igen, valójában amíg meg nem ismertem például a Kokovec Gabiékat, nem is személyesen, hanem amikor először láttam őket zenélni színpadon, addig én nekem sem a heavy metal világ volt a fő. Tehát én ugyanúgy a hard rock világot hallgattam, addig Deep Purple főleg. És amikor egyszer a Cseppelen a Rideg Sándor műfházban egy haverommal voltunk ott, és megláttuk játszani a Kommandó zenekart, terrorista mazban, mit tudom én, na akkor nagyon úgy éreztük, hogy ez valami olyan, amit nem ismerünk, tehát hogy ahhoz képest tényleg sokkal keményebb, szikárabb, nagyon-nagyon erős. Kommandó zenekar, az kik volt? Az ők voltak, a Kommandó zenekar. A Kokor? Igen, így kezdtem. Hát jobb név volt, mint a Kokor. Hát könnyebben, ha talán jobb piát lehetett volna csinálni abban az időben, de az nagyon, tehát ilyen rendszerellenesnek hatott, amikor a pokolgép, nem, a Kommandó az még nem. A pokolgépben rögtön megjelent egy ilyen terrorista, kicsit náci felhang a névből sokak számára, és ebből azért nekünk volt az elején folyamatosan voltak problémák. Másik oldalról viszont a pokolgép név, az amennyire formabontó és amennyire polgárpukasztó és amennyire dühítő volt egyeseknek, pont annyira volt lázadó a akkori fiatalságnak, mert amit nem lehet, az mindig sokkal izgalmasabb. Úgyhogy ilyen szempontból meg jó név volt a pokolgép. Egyébként maga a pokolgép név kitalálója, az az akkori dobos volt, a Neográdi Dezső, akiről senki meg nem mondta volna az NDK-s papucsában, meg a rövidre vágott szép hajával, meg a nem tudom, szóval ő inkább ilyen templomba járó
nagyon-nagyon joviális és rendkívül, hogy is mondjam, tehát, hogy nem az a metál alkat, de ő talált egy pokolgép nevet. No, Dinamitán voltok, legyen pokolgép. Érthető. Nem ezért, ő azt mondta, hogy mert a kommandó már terrorista maszkot használ, és hogy megmaradjon ez a dizájn valamilyen, nem tudom, gondolták, hogy ez a misszikumot meg kell tartani, vagy ez tök jó a KISZ együttesnek, meg itt tőle, hogy nem látjuk az arcokat, ez egy jó dolog. És egyébként tényleg van ennek egy ilyen misztikuma, és ezt a misztikumot meg akarták tartani, és a kommandó után, valahogy nem tudom már miért nem volt tele meg nekik a kommandó, lehet, hogy létezett valahogy egy másik copyright erre. Az a lényeg, hogy akkor legyen pokolgép, és arra ugyanúgy jó a terrorista masz. Amikor én érkeztem, akkor még én is terrorista maszban kezdtem, csak engem arra az a mark levegőt itt, hát abban nehéz énekelni, ahogy nehéz. Most is van a Slipknot, az is ilyen maszba énekel, viszont annyiban jobb, mint a KISZ-nek is annyi volt jobb, hogy nyugodtan elmehetsz vásárolni, és senki nem fog kivehetsz a büfébe inni egy sört, és senki sem veregeti a válladat, hogy mit tudom én. Ja, ennek nagyon jó, ennek az előnye megvolt, de hát azért ott az elején volt, ugye elég nagy, az első években elég nagy keveredés volt, hogy jöttek, mentek a gitárosok, ugye a Gabi mellett azért nem lehetett olyan könnyű, mert a Gabi az nagyon igényes, nem csak saját magával, másokkal szemben is. És hát nem hiszem, volt olyan gitáros, most inkább a nevét nem mondom, de ahogy lejött a színpadról, még ugyanabban a ruhában, még ugyanaz a teljes vasban, bőrve, szőrben, rohant is ki a büfébe, hogy hát, ha tud valamit majd találni magának. Úgyhogy hát a misztikumról ennyit, de aztán utána később ilyen folyamán mi is levettük a maszkot mindannyian, és inkább csak az volt, hogy a masszínű számkálóhoz láttuk. Jó, tehát szereted, nekünk van egy közös ilyen szeretetünk az autókkal kapcsolatban, mert most... A hip-hop. A hip-hop, igen. De hogyha akarsz a hip-hopról beszélni, utána beszéltek a hip-hopról is. Ténik a lényegű. Autó, ez utána a sweet. Tessék. Megszólt a menedzser, azt mondja, ha többet beszélünk, akkor ez többet fog kerülni. Ezt csináljuk folyamatosan. Bezzek, hogyha bőröndél. Nem vagyok menedzser. Mr. Samsonnál, hívjuk Mr. Samsonnál. Persze, legalábbis zenekari szinten. Akkor mesélj magad, te ki vagy? Úgy ki vagyok, mikor téged látlak. Nem, mi már, ez azért vicces, hogyha most már veled is beszélünk egy kicsit, hogy mi már ismerünk egymást hány éve? 10, még tudom. Elég sok, és ha valaki így belecsöppen abba... Elég öt is. Igen. Ha valaki belecsöppen, akkor mindig azt, hogy ezek hogy utálják egymást, azért, mert megy ez az állandó szivatás, ezt igazából mi a Irigy Honnan Vigyéktől tanultuk, mert ők volt azok, akik igazán... Le. Vannak ennél régebbi kérdések? Nem. És én onnan. Hát, hogyha hallanád, hogy mi a kormoránban Margit Zsuzsi jenei, hogy beszélünk egymással, akkor azt hiszi mindenki, hogy ezek piszokul utálják egymást, mert állandóan szivatjuk, és egyébként meg tök jó minden, meg barátok. De benne van. Na most ez az én stílusom, amit a kalapásra komolyan vesztem, mikor én elkezd kiabálni valamit mondani, hogy elkezd üvöltözni, az izé, hogy én komolyan voltam. A Peti érti fél a dolgokat, én nem kiabálok, én süket vagyok. És azért hangosabban beszélek. De és azt szoktam mondani, hogy csak azért van, mert akit nem szeretek, ahhoz nem szólok hozzá. Ez még amúgy így van. Persze, mert a szeretet nem a gyűlölet az ellentétel, hanem a közömbös egész. De egyébként akik így ezt az egymással való kézdesot a tökéletességre vitték, és számomra egyébként ők azért ebben a nagy ősök. Emlékszem az Attila is fennkvágyában, amikor mondjuk a Nagyferú és a Deák Gyula csevegtek egymással. Igen. Gyerek őrző, illeközünk. Maradj magadnak, te kis csipasz, tanuljál meg én neked. De hát ez, nem tudom, ez
1912-ben mentünk egy holland turnéra, ahol úgy volt, hogy jött a Bill, akkor a Bill a zenekar, Rán zenekarban oszlopos tag volt, és a Balázs Fecó meg azért jött velünk, mert hogy nekünk állandó... Nem, útlevél miatt, tehát rendszeres, mikor mi utaztunk, akkor valamilyen szuperszár bejelentkezett, hogy intézek neki egy útlevelet, hogy velünk jött turnéra, akkor kijöhetett az ország, ugye már akkor nem lett az... Csak a Müncheni kötelező volt velünk jönni, és ott elváltunk tőle, és akkor ott eljött tőle. Na mindegy, és a Fecó jött velünk, és a mikrobuszba ült a Bill, meg a zenekar, én meg a Fecóval ültem a Fecó kocsiában, de nálam volt az Atacarni, ez az volt, amit a hangszereket vittünk, hogy oké. Mi az Atacarni? És a határon, hogy ez kezelni kezd. És akkor megérkeztük Hegyes Alomra, hogy jött a Vámos, meg lett a Bill-t a izébe, a buszba ott ült elő a sofőr mellett, és akkor mondta meg Vámos, hogy művész úr, nem kell kiszállni, maradjon a kocsiban. És ez a szemét látta, elkezdte boltani a szendvicsit, húsos szállátot, és elkezdte enni. Tehát az éjszaka volt, és akkor Fecó mondta a Bill-nek, hogy egy kinder már meg a Bámos urat, hát tök éhes, hát ugye meg egy 24 órás szolgálatban tudjuk, hogy maradj már csöndbe. De Bill, ne legyél már ilyen rúpos, hát hagyjam már a Bámos urat, ide figyelj, kis csámpás fogva a szád. És ez így, nem? És átjöttük a túlsó oldalra, ugye Bill-be, csak nem gondol, hogy ebből adtam, és elkezdte lették be a rátott húsra a padit, és oda voltak a százmárkások besítve. Na ennek hány nézője lesz? Van, még tegnap, vagy mint a szombat este is meséltetek egy-két ilyen Bill-es sztori, de... Csak sztori van. De azt igazából most majd vele megbeszéljük. Majd csinálunk külön egy sót. Majd külön Bill show lesz. Illetve az autókról beszéltünk, hogy te szeretsz ilyen autókat restaurálni. Hát én mindig is szerettem az autókat, hogy én műszaki beltársága vagyok. Egyébként vegyipari gépész a szakmám, tehát nem autószerelő, de hát nyilván tanultunk mi ott hegeszteni, meg esztergelni mindenféle. Itt egy vegyipari gépész, az nagyon nagy karriert tudom elérni. Most itt lehet, hogy jobban keresni a idénét. 60 évesen már hova jön? Hát nem tudom, volt a Breaking Bad, az a magyarul, hogy van az a sorozat? Igen. Totál szívás, azt hiszem magyarul. Ja, nem tudom, amikor főzi ott a izé. Ja, amikor Rákos csávó, valami tanár, vagy mi, kémia tanár, nem tudom, és Rákot diagnosztizálok nála, és elkezd hirtelen drogot vegyészkedni. Ja, igen. Én sose láttam, csak annyira egy ikonikus, meg híres, ha nem tudom, csak azt tudom, hogy a vegyészmérnökről jutott eszembe. Nem vagyok én mérnök, mert nem tanultam tovább, de megmaradtam ott a középiskola végén. Elvégeztem, és akkor nekem volt zenekar, amiben egyben is ittak egy másik olyan bandában játszani, ahol ugye pénzt kerestünk, és hát vendéglátóztunk, magyarul, akkor vendéglátó olyan volt, hogy aktuális magyar, vagy magyar és külföldi slágereket kell játszani. És tulajdonképpen a szakmában szinte semmit nem dolgoztam. Úgyhogy azóta én gyerek, fiatal korom volt, csak a bízzelére foglalkozott, úgymond. Pop-rockkal tudod. Az, hogy az imán popzenét is játszott az zenekar. Minden más, tehát amit kellett, tudod. De bálok olyan hiphopot, olvos, akkor nem volt még hiphop. Viszont a modern rockot énekeltem, ha hiszed, ha nem. Volt minden. Na ez... Persze, fázettek, hogy kell tudod, ahogy a Thomas Anders milyen helyre. Thomas Anders, ja. Ez most is, ja. Nem szégyen az. Pedig az volt, hogy az volt nagyon, tudod, voltak a rockerek, és voltak akkor ezek a modern talkingosok, meg az hasonló... Nem, szívesen ilyen zenekarban ének, ilyet is énekeltek. Meg volt, hogy már Morris meg a zenekar volt, meg heavy metal játszottunk, tehát én mindig több zenekarban voltam. Aha. Most visszagondolok a könyvelésünk, tehát egyébként megjelent az életre az egy könyv, ami négy évig készült, kicsit hosszú kilódás volt, de megszületett, úgyhogy oké, kell, ez még előtted elment, és te is írod már, vagy fejbe írod már. Én is így voltam, sokáig mondom, összeraktam
mi, hogy van, és akkor mondom, és meg, már azért írd meg, mert el fogod felejteni. Már elfelejtettem az, hogy... Minél előbb meg kell írni, és úgy csináltam én, hogy szóltam barátoknak is, vagy a kollégáknak, cimboráknak, hogy mondjanak róla egy jó sztorit, amit én nem segítem. Begyűjtöttem a sztorikat, és amit ők megírtak, nyilván akkor én azt már nem írtam le, hogy magam ugyanaz még egyszer, így felejtettem, de akkor nyilván másképp. Úgyhogy, de ez gondolatébresztőnek mindenkit jó, mert ugye valaki felidézi, hogy én egyébként ilyen forrásmunkákat már is csinálok, tehát hogy van erre külön egy ilyen talán kalapás könyv, kukac@gmail.com, valami ilyesmi, de ezt így köszére tettem, már most már újra kéne, hogy jöjjenek újabb sztorik, és akkor lehet küldeni régi fényképeket, bármiket, tudod, ki mire emlékszik, hát persze van egy csomó feldolgozhatatlan sztori, mert az neki az a sztori, hogy integettünk egymásnak a kis nyugoszkiból, nekem az nem sztori, tehát hogy az nem elevenített fel semmit, de olyanok is vannak, ami viszont hú, apám, ezt megírhatom, ez egy összeszedni a régi fényképeket, ne jössz összeszedni. Nekem már nagyon sok újság, régi ilyen rocker újság, meg akkor polit magazin, meg milyen sok szívszak, akkor előveszem, akkor keresek majd róla, és hogy odáig eljutok. Most nekem egy külön bőrönben benne vannak, akkor bogarászni magad, meg van egy ilyen bázis, amit meg lehet keresni, és akkor bázisba beütöd maga neved, és akkor kilabja, hogy a 80-as évektől beütöd, ott 80-82-től, és akkor kiadja ezeket. Ott ott van, sok helyen vannak a riportok és meg minden. Tehát te sok idő el fog vele menni, de arra készüljön föl, úgyhogy van, két könyv is nagyon nehezen készült, de itt van, kész van. Én most itt vagy onnában, hogy kész van a második kiadás, mehetek érte, mondom, jó, most azonnal megyek, hogy nem tudják a szexuális nyomdába hova tenni. Mondom, várjuk még két hetet, hogy nem tudják hova tenni, jó, akkor tegyetek ki az utcára, akkor ott majd jövök. Tehát a könyv magyarban elkészült, ebben le is írom egyébként, hogy most a reklámhelye, a könyvben minden van én, hogyha az autókról kérdeztem, hogy alakult, hogy honnan jött az autó sztori, tehát onnan mindig is ilyen műszaki bevetettségű voltam, és annak idején az Őskódával, 80-as évek végén volt egy nagyon jó dupla kerekű masszív fordulatét mikrobuszunk, amikor általában itt van a lévég, mert nálunk Pécsetnél csak balkaszok voltak, meg sokkal nézzák, meg én is azzal jártunk a pokolgépben. Szapíts azzal járt a 80-as években, az a nagyon masszív autót kiszolgált minket sokáig, és tehát elkutya vetjéltem, eladtam, ugye utána jöttek a másik buszok, én mindig is ilyen mikrobuszos voltam, általában nekem volt a zenekarban buszom, általában én is vezettem, bár nem mindig, mert volt sofőr is azért, ugye? Bár úgy is vezettem, meg is a sofőr voltam. Meg is lett a bőtje, úgyhogy egy pár szor elvették már most itt vagyok, de nem be a büszke, de hát így volt az idő, már elmúlt, de hát igaz volt, tehát le van írva, hogy nem minden. Tehát tényleg leírtam mindent. Azt is, hogy masszív alkoholista voltam, ennyi, nem kell szépíteni. Vannak is alkoholisták, és vannak különböző fokozatok. Igen. És nyilván nem reggeltestig borultam, de olyan is. De persze, hogy van olyan, aki csak boldog, valaki alszik, valaki agresszív, mindenkiből mást vált ki, és nem biztos, hogy az a Joki, ez mindegyik volt. Igen, Jokinak úgy volt meg, hogy egy napon belül ettől összes változatot képes volt. És aztán még is volt a Jackie és a Hyde, tudod, egyszer nagyon fasz, hogy elég utána, hogy mind volt. Igen, de a Hyde az nálad egy kicsit volt Hyde, aztán nagyon Hyde, aztán ultra Hyde, és aztán maga a Hyde. Hát önáll azért nem úgy volt, hogy csak a két véglet, hanem a köztelem összes sokat meg volt benne a boldog, a kedves, a bűvályos, a vicces, a mérgelődős, aztán az agresszív, hát mi átfutunk, templomos turnékat csináltunk, úgyhogy a katolikus templomból katolikus templomra jártunk együtt, ilyen akusztikus showval, és én ott a Jokinak az összes féle Mr. Hyde-ját megismertem. Persze, a papoknak nagyon jó a pálinkája. Nem a szigorú. És akkor de olyan kocsit szerettem volna, amikor most nem még, miután nem iszok egyébként, miután járok 8 év azóta, hogy kattant olyan, hogy kéne csinálni a kocsmába járás helyett, ugye akkor ott csináljuk azért, mert nem minden héttől, nem minden felszabadult egy csomó ide. Nem minden nap játszunk, tehát a készülnek fejnek, és akkor kerestem egy olyan akkori, olyan régi Ford Transitot, akkor találtam egy régi tűzoltóautót, és akkor jött a Transit, akkor utána jött egy Ford Capri, szinte az Hollandiába hozattam, a gyerekkori álma volt a Ford Capri, ugye, mert az a Matchbox
csúszottunk a narancsot. És ugye, sekete gép, aztán az, hogy mind legjobban ment a matchbox, azt csúszott, ment a legjobb, futott a legjobban. Általános iskolában, amikor a matchboxoztunk, hát te is mondjuk az aztán, akkor jött egy Ford Capri, mondjuk Mada, Hollandi, azt is szétszett a darabokra, a csontra, akkor ide három évig készült, de kábeleket kiúsztunk belőle mindent, tehát tényleg valószínűleg munka lehet elebontva vasít. A Ford Capri után megjött a többi, most már magától, de már van már sok projekt, olyan projekt is van, Joki mond, most van például egy MK1-es Volkswagen Cabrio-m, a Joki mondta, hogy azt neki kell, neked neki kell, és azt majd neki majd ráfeszed. Neki majd megcsinálom, az is teljesen szép. És én nem érek rá mindelőd. Ezek mind oldtime értető, ezek mind muzális minősítésűek, és hát ilyen oldtime vizsga, ami elég kemény feltételek vannak neki, tehát bepontoznák 100 pontot, és akkor levonják, minden le vannak, nem olyan a kárpit, nem olyan a kormány benne, nem minden megjárja. Eredeti színek kell folyni, eredeti minden külső belső, minden eredeti óra. Meg hát olyan állapot, nem rossz, hogy nem lehet, aki fogva a rosszak volt, tehát az egész a kutka kihez, úgyhogy árba jött volna ki. Ja, de a patinás dolgokat megengednek, teszem azt a repülsz kis repelés van, viszont fogom, de ha nem az egész itt van, mert becsak, hát koppál meg is. Nyugodtan, jó. Innen jött ez a szeretet, ez az oldtime gyűjtés, meg az őrület, de most már megkelljek, mert most már a feleségem mond a fejezzel most már be, mert most már kicsit besokkaltam. Keresztül meddig akarok én élni 100 évig, mert most, hogyha számolok egy autó 3 év, akkor mondjuk a lakóautóm most 2 év alatt elkészült, ott akkor volt a pandémia, és rájöttem, hogy nem volt koncert, rájöttem vele foglalkozni, ez 2 év alatt készült el, de általában egy ilyen 2-3 év kell nekem az én tempóban egy autóhoz. De ezeket most nem azt gondolom, nem üzlet miatt, de minél jobbra csinál meg, mert minél eredetem, annál több pénzt tudsz érte kapni. Mondjuk ez a valamelyik értékesebb autó, valamelyik nem, most az öreg volt, az itt nem akkor értékek, meg a Volkswagen Cabrio se akkor értékek. Igen, nem a eladásért. Persze, de... Kivéve egyet. A Volkswagen Cabrio. Ja. Azt megrendelésre csinálok. Jó, drágán. Majd leéneklem. Én például évek óta azon gondolkodom, hogy itt Amerikában vegyek egy Trabantot, de sose vettem rá magam, és most már olyan drága lett, hogy én azt mondtam, hogy 4000 dollárnál többet nem vagyok hajlandó adni egy autóra, most meg már ilyen valamikor már 10 000-ek. Aha. Tehát csinálunk már bizniszt, hozzunk egy pár. De itt van egy srác, pont itt van Floridában, és ő ezt csinálja, csak figyelj, bizniszből csinálja, és ezért fogja annyira adni, hogy 7000 dollár, 10000 dollár, és én meg elvöm, tudod, azért nem veszek Trabantot, akkor inkább hozok egy konténerre, hozok 3-at, és akkor megcsinálok új, de... Ja. Nem, hogy megyek Trabantot hozzám a hideg. De miért? Sosem van, itt poén. De ne, figyelj, ez nosztalgia. Neked volt a Capri... Nekem volt Trabantom. Ja, de nekem az volt az első autó. Ja. És ez is ugyanaz... Hogy nézlek, itt pöföld négy vele? Füstöd akárban pöföld négy Trabant. Figyelj, ez ugyanolyan nosztalgia, hogy, és nem is az, nem a cél a lényeg, hanem az oda vezető út. Ja. Mert én most elmondom neked, hogy úgyis lesz Trabantom, és ezt tudod, meddig fog tartani. Meg lesz a Trabant, beülök, nem megy. Elindul, elmegyek 2-3 utcát, talán egy hét, és talán, ezzel nem lehet, érted, alig lehet vele menni, érted, halálfélelmet lesz. Van benne. Minden, és megvan, 2 hét, aztán viszont hallás. Hozom neked egyet, annyira akarod. Jó, rendben. Felújítva. De te... Nem, hát hogy akarod? Felújítva. Jó. De a régi az a 2 ütem? Persze, a 4 ütem az nem is igazi Trabant. De és akkor lenne, hogyha annyi dolga, csak nincs időm, de én nagyon szívesen elbütykézni, lenne még 4 Trabant, lenne egy teljesen origi, ami úgy van, ahogy van, úgy, ahogy te mindent patentra, hogy lehet, hogy igen, akkor lehetne egy rally,
Trabant, tudod, az a Rallis Trabant, akkor lehetne egy olyan, amit tényleg már ilyen restomád, amit úgy hívják a restomád, az, hogy úgy néz ki, mint a régi, viszont minden modern benne. Ja, igen. Tudod, csinálnak így, így a régi 70-es vagyok autóját, ami, amiben dobfék van, elő, még ilyen, és a betesznek egy jó felfüggesztés, jó fékeket, jó, jó motort, és kívülről tök jól néz ki, de belül pedig egy modern autó. Legalábbis a motorja meg tudsz állni vele. Ja, egyébként csinálják az autóját, hogy modern. Futóművet tesznek rá, de úgy modern motor, meg minden persze. Ja, de ezek nem az, hogy milliók, de százezrek. Persze. Dollárba, persze. Szóval mi, és akkor ha most Amerikáról egy kicsit beszéltünk, nem sokat, de kicsit beszéltünk, mi a jövő? Hol látjátok magatokat mondjuk 5 év múlva? Ha, ugyanígy útközben. Útközben. Ja, ugyanígy jöttek vissza? De ugyanígy útközben, tehát mindig valamelyre tartunk, valamit mindig csinálunk. Alapvetően egyébként, ugye beszéltünk a Joki Lár, nem ilyen full abszinense, tehát bár volt olyan újság, ami valamiért félreértelmezésből azt hitt, hogy abszinense lett a rukkénekes, de... Csak úgy érdemes. Nem. Én iszok, de most már leszoktam arról, hogy berúgjak. Tehát, hogy egyáltalán nem iszom töményet, azt nullára levettem, és kifejezetten söröket, néhány söröket megiszok, és akkor jól vagyok. De nem jutok el odáig, hogy eufória, hanem ha meleg van, meg ilyen nyáron, azért megiszok egy... Annál is mindig meleg van. Hát itt mindig meleg van. Ja, klassz. Ja, és akkor mostanában, mert már régen csináltatok, akkor csináltok ilyen akusztikus dolgokat. Igen, azt is csinálunk. Azt is. Azt is. Hát ugye van a közös zenekarunk, az Attila, a Filai Társulat, az ugye egyre inkább fejlődik olyan értelemben, hogy egyre gazdagabb a program, egyre nagyobb a repertoár, időnként opcionálisan cserélődnek énekesek, vagy hozzánk jönnek plusz énekesek, vendégek, stb. Ezt összehangoljuk, amikor van erre mód lehetőség, és természetesen forrás is, hogy ezt meg tudjuk teremteni, akkor táncos, néptáncos csoportokkal karöltve sokkal különlegesebb sót lehet létrehozni. Úgyhogy az is van, akkor ugye mind a kettőnek van, hogy a saját zenekar, Joknak van a Rudán Joe Band, nekem a Kalapács zenekar, ami nekem például a Kalapács a fősodor, az ami a pokolében elkezdődött, az Omenben folytatódott, az a Kalapácsban teljesül ki, mint heavy metal, az nekem a heavy metal érám. Mind a ketten vagyunk külön-külön is akusztikusan, de vagyunk közösen akusztikusan. Úgyhogy, sőt, most már olyan, már lassan úgy csinálnak egy kötös műhelyt, mert van olyan, hogy a Rudán Joe Band vendége vagyok, vagy a Joki a Kalapács zenekar vendége. Persze. És akkor mindig más azért a műsor, más az egész. Ugye a Rudán Joe Bandnél például a P-mobilokat is énekelek akár, amikor pedig a Joe-ból nálunk vannak, meg nyilván régi pokolgépeket, így van. Úgyhogy ez egy tök jó izgalmasan zajlik így az életünk. Úgyhogy csináljuk a lemezeket, jó kis csinálja sajátjait, én is a Kalapács zenekarra. Itt van egy. Igen. De ez például egy ilyen válogatás, tehát ez így a 60 éves születésnapomra létrejött ilyen. Szelíd metálosok, így van. Amiben tulajdonképpen főleg a lírák vannak, de amik nem lírai dalok eredetileg, azok pedig szelídített akusztikus formában vannak rajta a lemezen. Uh-huh. Az első, csináltuk egy podcastot, aminek az volt a cím, hogy Rock Legendák, és szerintem pont ezért találta ki a Gál Peti, hogy ennek is az lesz a címe, ennek a műsorotnak, amit most csináltad, szóval akkor ennek a podcastnak nem tudom most mi lesz az alcim, hogy Rock Legendák 2. Vagy az igazi. Ez különben a válogatás, hogy fogsz a kedvedbe, ez pont erre a kis... Pont, már ez, erre a néhány... Erre a néhány korszakban készült, nyilván azok alapon rajta a Gál Petitől, Korbalándot, a Józsitól, ugye, vagy én tőlem, egy válogatás. Nagyjából ezeket is játszunk a koncerteken, ami ezen a CD-n szerepel. Mindegyben, de sajnos sokkal többet lehet. Persze. Itt
ezen aztán 18. Van, mivel a golfjátán vagy 25-öt játszottunk. Tehát például nagyon sokat játszottunk, egy-kettő ki is maradt a végéről, mert ugye hát már maradt elég. Már, ja, hát ilyen volt, ilyen dolgokat. De utána ugye volt az a helyi. A helyi formáció, nagyon lelkesek voltak, nagyon-nagyon tényleg lelkesek is volt. Red Rocknak hívják őket, hogy hallnak. Igen, meg hát utána volt az én barátom, aki csinálta a jó kis muzsikát. Nem maradt sok idő rá. Hát, tudod, úgy érzed magad, hogy lejössz, mint egy igazi sztár, tudod, hogy bejössz, lenyomsz egy órát, aztán viszont hallás. De nem is erről szólt az egész, hanem az a lényeg, hogy lemondunk itt Szarasz után, és lett volna egy magyar fesztivál, ami már ez lett volna már 16. vagy 17. Az Erika és Zsolt csinálja, és tényleg egy... Csak elfújt a szél. Csak elfújt ez a kis szél, és akkor úgy döntöttek, hogy mégis nagyon sokan jönnek más államokból is, utaznak, hogy ők megcsinálják ezt az after party részét, és akkor ez lett belőle. De... Hát sajnáljuk, hogy eddig alakult, hogy le kellett mondani, emiatt a hurikán miatt. Ja. Itt voltunk, amit tudtuk. Hát én egyszer majd el tudom, mert rengeteget hallottunk erről a szarazutai fesztiválról, hogy ez így azért egész Amerika szert az egyik, vagy ha nem a legjobban megszervezett. Ausztráliában is jöttek itt le. Ja. Most mondták, tehát Ausztráliában is jöttek magyarok. Úgyhogy ez szívesen nem egyszer egy ilyet. Persze. Mindig nagyon sokan szóta, én szeretek lejönni, mert tényleg lejössz, és... Meg ilyenkor nem csak magyarok jönnek, hanem szerte, kifejezetten amerikaiak is, akik érdeklődnek a kultúra iránt, mert tök jó. Ja, a vicces az, hogy lejössz, tudod, utazunk mennyit? 2-3 ezer kilométert, vagy nem tudom mennyi, 1000 mérföldet? 1000 mérföldet leutazol, és nagyon sokan vannak fönt északról, hogy New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvaniából, hát most is hány baráttal találkozunk, akik ott fönn vannak. Yeah. És lejöttek. Hát örülünk, hogy itt lehetünk. Ja. Mert mikor megyünk hozzá, inkább azt mondjuk. Ja, most ez volt, hogy nem volt rá idő, mert azt mondtam a Petinek, hogy pénteken, de nálunk ez annyira nem megy. De az a baj, hogy itt is nálunk is álltam a péntek, szombat működik. Nálunk csak a szombat. És nem tudsz eljön egy olyan hosszabb túlnél, hogy szinte azért nagyvárosokat, vagy a magyar közösséget így lenne érinteni, majdnem minden nagyobb városban, hát akkor itt kell egy fél évig, hogy minden, mint csak szombaton és minden városban. Ja, valahol működik a péntek is, valahol működik a vasárnap talán. Szerintem nem olyan, mint mondjuk Erdélybe, el tudok menni úgy, hogy hétfőket, szerdőcsütök, péntek, szombat, vasárnap. Ja. Mert hogy eleve van annyi a magyar lakosság, hogy persze. Itt azért, hogyha nézed, azért jóval kisebb arányai populációban, arányaiban. Úgyhogy, és természetes, hogy nem mindenki akar minket, hanem annak is csak egy része. Persze, de azt mondjuk, Erikával pont azt beszéltük, hogy itt lent 10 000 magyar él, hogy abból van hányan csak eljönnek, fönt nálunk, igazából nem tudjuk a számokat, mert valaki azt mondja, hogy 200 000, valaki azt mondja, hogy 50 000, szóval fönt New York környéken is él elég sok, és abból valamennyi eljön, de ez nem olyan, az igazság, hogy ez nem olyan egyszerű, mint Magyarország. Magyarországon ilyen 8-10 millió ember, sokkal egyszerűbb. Itt pedig, aki itt van, az általában nem tudom, dolgozik, szóval ezért van az, hogy nálunk csak szombat jó, valahol péntek. Csak a magyar programok a konkurencia, hanem a rengeteg amerikai, ja. És nyilván színes a paletta. Tehát, hogy azért ugyanúgy érvényes a konkurencia. Tehát, hogy most nincs az, hogy most azért, mert nálad ott Gárdiában van egy bulia, akkor világmagyarjai egyesüljetek abban a klubban, hanem ugyanazon a hétvégén lehet, hogy éppen mit tudom én Dave Lee Roth a koncertet meg. Nézzük már meg. Ja. Mi érdekes, hogy ugye voltunk vacsorázni a nap előtt este, abban az olasz étel. Salut, igen. A Lacinál, igen. És mondja Brian Johnson. Mondja, Lottilé, hogy a Brian Johnson itt szokott, azt mondja, ülni. Brian Johnson itt szokott vacsorázni. Várj, kicsit várj, maradjunk még, várjunk meg az állat, hát ha bejön. Tudom, mert ő is itt le, ja. Ja. Laknak itt egy páran szoroszottán, ja. Brian Johnson. Egy hírja, ezt is tenni, hogy Brian volt, akkor azt mondja vele. Ja. Ja, de mondjuk én is játszok. Vagy megtanítunk neki egy poporgét, slágert, és én kell jelezzem a hanggal. De
De ti is játszottatok már, vagy előzenekarként külön-külön híresen, vagy híres amerikai... Hát én meg én is, a Vice-nek előtt is játszottam. Ja. A Deep Purple-t játszottam. Játszottam a Deep Purple-t, a Judas Priest előtt, az Accept előtt, a Savage, a... Én a Sweet előtt például. Ja. És milyen az, hogy a gyerekkori... Udo előtt játszottam. És milyen az, hogy a gyerekkori példaképeire játsz, az mekkora egy flash. Ja. Na, és de az is olyan, amikor meghívnak egy gyerekkori példakép zenekarba énekelni, a Dinamitba énekelnek, ja. Értek, vagy egy Pémobiló énekelnek, vagy egy pokolgép énekelnek, Kalapács után értek. Ja. És olyan. Vagy például mi játszottunk a Hammerfall előtt, és azt néhány év múlva kiderül, hogy a Hammerfall feldolgozza a Jokinak, ahol van a szó, hogy nem az én az. Hát de az a te korszakod is, az a te, az ugyanannyira te dolog, mint bárki, aki abban a zenekarban, akkor ez közös alkotás volt. Tehát... Majd dolgok ezek petiké. Jó, van, szerintem így lassan rövidre is zárhatjuk ezt a kis beszélgetést. Nem bánom, vagy a Gábi megőrül. Mert ugye a menedzser úr már megőrül, és tényleg azért vagytok itt Amerikában, hogy akkor lássuk is valamit, nem pedig itt egy szobába ülünk, aztán beszélgetünk. Van egy jó ötlet, de menjünk el egy hangszerboltba, nézzük meg, van a fülmonitor, amit nem esetleg. Igen, de várjátok. Meg turistáskodni. De közben... Téged kidobunk a strandon, én megmegyek izre. Azt tudom, hogy turistáskodni. De közben lehet venni egy bőröndöt is. Hát az nem nekem, azt mondod meg a menedzsernek. Azt a Mr. Samson lehet. Mr. Samson. Keresd magam. Oké. Okay. Mondjuk ezt utána mondom, mert igazán nagyon szívesen nincs rá még egy hangszerból, és akkor én is megveszem azt a Rode Mic-ot veled, hogy csak el. Akkor menjünk, de akkor tudjuk le. Jó van. Jó, akkor megyünk, hogy jössz velünk Fort Lauderdale-be? Esélyes. Nem, már meglátjuk. Nem, mert nekem itt még sok dolgom van fönn. Csak valak dolgom van még helyben. Kocsival jöttél? Kocsival jöttem. Kaptam egy kölcsönő autót. Köszönöm szépen Sanyi, aki nagyon szívesen, nagyon rendes volt, hogy felajánlotta nekem, no. Hogy ő éppen fölment Georgiába dolgozni, és ő fölment a barátom a Váradi Laci kocsijába, és azt mondja, itt van használ, csak add vissza majd a barátnőmnek, amikor megyek el. Szóval... Jó van, oké, nagyon szépen köszönöm. Egy élmény volt megint, aztán remélhetőleg találkozunk. Igen, remélhetőleg. Szuper. Oké. Okay. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm szépen.